Az eddig bemutatott pár videóban megnéztük, hogy hogyan tudunk létrehozni rajzelemeket. Ebben a videóban pedig azt fogjuk átnézni, hogy hogyan lehet a rajzelemeket csoportosítani. Megismerkedünk a fória fogalmával. Mi is a fória? A fória tulajdonképpen egy átlátszó lap, amelyen el lehet helyezni a rajzelemeket, és segítségével különféle szempontok szerint tudjuk az összetett rajzainkat csoportokba rendezni. Ezek az átlátszó lapok olyanok, mint az írásvetítőnél a fóriák. Különféle összetett ábrákat tudunk a segítségével összerakni, a lapokat újra tudjuk rendezni, vagy ha a szükség úgy hozza, akkor egyes lapokat, fórialapokat ki tudunk kapcsolni, és így csak mindig a lényegre kell koncentrálnunk a rajzolás közben. A fória angolul layer szóként található meg az AutoCAD rendszerében. Alapvetően fória vagy layer nélkül nem is lehet dolgozni az AutoCAD rendszerében. Eddig is a nullás fórián dolgoztunk. Nézzük meg, hogy hogyan is lehet létrehozni fóriát, és milyen tulajdonságokkal bír. Grafikusan, itt a fóriák blokkon belül, a bal oldalon látható ikonra klikkelve lehet előcsalogatni a fória kezelő ablakot. De ne felejtjük el, hogy az AutoCAD az egy parancsvezérelt CAD rendszer, így ha a parancsolba begépeljük azt, hogy fória, akkor ugyanaz az ablakkezelő jön be, amelyet előbb grafikusan adtunk ki. Látható, hogy egy fória léte van hozva, és mivel mellette van a pipa, ezért az az aktuális. A neve nulla, azaz a nullás fórián rajzoltunk egészen eddig, ezt a fóriát nem lehet törölni, és nem így célszerű rajta dolgozni. Mellette látható a villanykörte, ami azt mutatja, hogy be van kapcsolva a fória, azaz látható. Tőle jobbra a fagyasztás, a napocska ikon látható. Ez azt jelenti, hogy egy összetett rajznál a rajzelemek, hogyha föl vannak olvasztva, azaz a napocska látszik, akkor részt vesznek a rajz újra generálásában, ami azt jelenti tulajdonképpen, hogy mivel az AutoCAD egy vektoros rajzoló rendszer, minden rajz elemet újra generál, részlet gazdagabban rajzol kint, hiszen ha jobban belenagyítunk mondjuk egy körbe, akkor egy zoomolási faktor után láthatnánk a kört alkotó sokszöget, de mivel a kör igazándiból nem egy sokszög, ezért azt újra fogja regenerálni a rendszer. Tehát, hogyha lefagyasszuk az adott layert, ugye mivel csak egyetlen egy layerünk van, ezt nem lehet lefagyasztani, akkor azok nem fognak részt venni a rajz újragenerálásában. Tőle jobban látható a lakatolás, most nyitva van az ár, ami azt jelenti, hogy a fórián lévő rajzelemek szerkeszthetőek, módosíthatóak. Hogyha lezárjuk, akkor láthatóak a fóriák, vagyis a fórián látható rajzelemek, de nem lehet őket törölni és módosítani. A szín a fórián elhelyezett rajzelemek színét fogja meghatározni, a vonaltípus ugyancsak, és a vonalvastagságot is így kell értelmezni. A nyomtatásnál a nyomtatási stílust lehet testre szabni, valamint ami még nagyon fontos, hogy nem minden layert akarunk kinyomtatni, akkor rá kell nyomni erre az ikonra, és ha át van húzva, akkor a fória bár látható a modelltérbe, nem fogja mégse a nyomtatóra küldeni a rendszer. Hogyan lehet új fóriát létrehozni? Klikkeljünk rá erre a nyomógombra, vagy Alt plusz J. A fóriának a neve legyen mondjuk most vastag, ezen fognak elhelyezkedni a vastag vonalak. A színe az legyen zöld. Nagyon sokféle szín közül lehet választani. Én azt ajánlom, hogy innen az index színek közül válasszuk ki most a zöldet. Okézzük le. A vonal típus az folytonos, ez maradhat, a vonal vastagság pedig legyen mondjuk 0,5 mm. Hozzunk most létre egy vékony nevezetű, egy vékony nevezetű fóriát. A színe legyen az, hogy sárga, a vastagsága pedig mondjuk 0,3, és még hozzunk létre mondjuk egy szaggatott nevű fóriát, ennek a színe pedig legyen világos kék, a vonalvastagsága 0,2,
és ennek állítjuk át ugye a vonal típusát, ez nem folytonos, hanem szaggatott lesz, klikkeljünk rá, látható, hogy csak a folytonos vonal van betöltve, töltsünk be új vonaltípust. A vonalak egyébként az ökked iso.line file-ba vannak leírva, ezt tölti be a párbeszéd abla segítségével az AutoCAD. Válasszuk ki mondjuk a szaggatottat, oké, még egyszer válasszuk ki, okézzuk le, és már is szaggatott lett a vonal típus. Legyen most az aktuális fólia a pipa segítségével a vastag. Rendben van. És ha most létrehozunk új rajzelemeket, akkor láthatjuk, hogy zöld. Ha itt a fóliáknál erre a legördülő menüre ráklikkelünk, akkor átmehetünk a vékony fóliára, és létrehozhatunk vékony rajzelemeket. Megfigyelhetjük, hogy a rajzelemeknek a színe eltérő, pontosan úgy, ahogy várjuk, de a vastagságuk teljesen azonos. Ez azért van, mert alapértelmezés szerint az AutoCAD minden rajzelemet 1 pixel vagy 1 pixel körüli vonalvastagságként jelenít meg a képernyőnkön, hogy áttekinthetőbb legyen egy összetett, zsúfoltabb rajz is. Aki kezdő rajzoló az AutoCAD-be, az örülne annak, azt hiszem, hogy láthatná rajzolás közben, hogy milyen vastagságú vonalokkal dolgozik is. Ezt a következő képpel lehet megtenni, hogy itt az állapot soron beklikkeljük a vonal vastagság nyomógombot. Most már látható a különbség, a zöld vonal az vastagabb, mint a sárga. De azt is vegyük észre, hogy sokkal tömörebb lett a modellterünk, szűkebb érzetünk van, ezért célszerű kikapcsolt állapotba dolgozni. Hiszen a későbbiek során majd bemutatom, hogy a színekkel is lehet definiálni vonalvastagságot, és így, ha látom, hogy a vonal mondjuk zöld, akkor tudom, hogy az 0,5 vastag, a sárga szín pedig azt jelenti a számomra, hogy 0,3 mm-en lesz megrajzolva nyomtatáskor. Ha most rámegyünk, és kiválasztjuk a szaggatott fóliát, amin ugye dolgozunk most, és létrehozunk mondjuk most a változatosság kedvéért egy kört, akkor már is látható, hogy nem folytonos vonallal van megjelölve, hanem szaggatottan. Nézzük meg a fólia tulajdonságokat, amikről már beszéltünk. Hogyha kikapcsolom a sárga fóliát, a villanykörte szürke lesz, akkor nem látható. Ha visszakapcsolom, akkor látható. Ugyanígy a zöld fóliánál is. A fagyasztásnál ugye eltűnnek a rajzelemek, és nem vesznek részt a regenerálásba. Talán a kör rajzelemnél meg tudom mutatni, hogy mi ez a regenerálás, de nem mindig látványos ez a dolog. Majd egy másik videóban talán. Nézzük meg, hogy mi az, hogyha egy fólia le van lakatolva. Ugye a vastag fóliát lelakatoltuk, és ha fölé viszem az egeret, ez újabb AutoCAD-eknél egy nagyon jó kis vizuális visszacsatolás, látható, hogy a szárkereszt jobb felső sarkában van egy lakat, ami mutatja, hogy rendben van, kijelölheted, de már nem lehet törölni ezt a rajzelemet, hiszen le van lakatolva. Jó? Tehát ugye a lakatolás azt mutatja, hogy látható a fólia, de nem módosítható. Ez akkor jó, ha már egy úgymond réteggel végeztünk, és nem szeretnénk, hogy véletlenül, amikor éjszakában nyúlóan dolgozunk, hozzáérve kijelöléskor vagy szerkesztéskor kitöröljünk belőle valamit, hogy átszerkesszünk. De azt is láthatjuk, hogy szépen a szerkesztésben ezek az objektumok részt vesznek, hiába vannak lelakatolva. Amit még bemutatok, bocsánat, az az, hogyha egy fóliát kikapcsolunk, mondjuk a zöldet, és a zöld lesz a aktuális, akkor az AutoCAD figyelmeztetni fog minket, hogy az aktuális fólia ki van kapcsolva. Rendben van, tudomásul vesszük, ennek most nincs sok értelme, de néha előfordulhat ez az eset. Az ember elkezd rajzolni, és azt látja, hogy rajzol, de a rajzelemek nem jönnek létre. Valami baj van, furcsán működik az AutoCAD, pedig csak arról van szó, hogy a léjjel ki van kapcsolva, de ez nem jelenti azt,
hogy ne lehetne rajta dolgozni. Ezért figyelmeztet minket az autóket, hogy az aktuális léjjelt kikapcsoltuk. Hogyan lehet áttenni az egyik léjjelről egy másik léjjelre egy rajzelemet? Nagyon egyszerű, ki kell jelölni azokat az objektumokat, amelyeket át szeretnénk tenni, majd egyszerűen a legördülő menüből válasszuk ki azt a léjjelt, ahova át szeretnénk helyezni. Látható, hogy az autókat intelligensen mutatja, hogy mi történik, hogyha kiválasszuk mondjuk a szaggatott léjjelt, akkor szépen a rajzelemek átveszik azokat a tulajdonságokat, amelyeket a fólia definiál. Ha most már a tulajdonságoknál tartunk, akkor bemutatnám azt, hogy mit is jelent az, hogyha egy rajzelemnek a tulajdonsága a szín fólia értéket vesz fel. Ugye azt itt lehet látni. Azt mondja, hogy a vonalnak a szín tulajdonságának az értéke fólia, és közben zöld. Ez azt jelenti, hogy a fóliától veszi át a színt, ami ugye zöld értéke van beállítva. Természetesen mi ezt átállíthatjuk, és ekkor már nem a fóliától veszi át a színt, hiszen van neki saját színe, ennek az egyenesnek a saját színe a zöld. De ettől nem kerül át más léjjelre, ugyanúgy a zöld léjjelen marad. Csak ez azért nem jó, mert ha ki akarom kapcsolni a zöld rajzelemeket, akkor ez a piros rajzelem is el fog tűnni. Tehát célszerű, ha a szín tulajdonság fólia, hiszen akkor a fóliából veszi át. Ugyanez vonatkozik a vonal vastagsága is, most átteszem 1,6-ra, bekapcsolom a V-vastot, és azt látom, hogy zöld színű a rajzelem, rajta van a vastag fólián, de a vonal vastagság mégis eltér, hiszen az objektumnak, a rajzelemnek van saját vastagsága, és ez erősebb, mint a fóliánál beállított érték. Csak hogy ha ezeket a tulajdonságokat így egyesével állítjuk, akkor a fóliának az alapkoncepcióját veszítjük el, hiszen nem tudjuk megfelelően csoportosítani, karbantartani a rajzainkat. Tehát célszerű, ha ez is visszamegy fólia értékre. A vonal típusra ugyanez vonatkozik, ezt is vissza lehet tenni, ha jobban belenagyítok, akkor látható, hogy ugye itt folytonos, itt pedig szaggatott lett. Hát vegyük ezt a tulajdonságot is a fóliából. Röviden ennyit szerettem volna elmondani. Fontos, hogy megtanuljuk a fólia koncepciót. A rajzainkat csoportosítani kell, hiszen több ezer rajzelemnél, egyenesnél, körívnél csak ennek a segítségével tudunk dolgozni. Valami gondoljunk arra, hogy vannak olyan rajzrészek, ilyen például a feliratozás, vagy a méretezés, a straffozás, amelyeket eleve külön léjjelre, fóliára kell helyeznünk, hiszen sokszor, hogyha módosítani kell a munkánkat, akkor ezek a rajzelemek zavaróak, hiszen a számítógép számára a feliratozás, a méretezés nem fontos, ő mindent ismer, neki csak a geometria fontos. Ezek a tulajdonságok vagy rajzelemek csak nyomtatáskor, a mérnökök közötti kommunikációkor játszanak szerepet, azaz, ha nem kell, akkor ki kell őket kapcsolni, ha pedig igen, akkor vissza kell őket kapcsolni. Pontosan ezért erős a fólia koncepció, ami teljesen áthatja az autókert teljes logikáját.